Sziasztok! A legutóbbi napokban, hetekben egyre több infó is kép került ki az internetre az új Daredevil sorozatból. A Daredevil Bornegennel már egyébként az augusztusi SDCC maraton keretein belül foglalkoztunk, de bő fél évvel később itt az idő, hogy frissítsünk. Először is, melyek azok a karakterek, akik szerepelni fognak, egészen biztosan. Nyilván Charlie Coxot és Vincent D. Onofriót nem kell említenem, szerepelni fog John Bernham punisher -e. ez a karakter a második Netflixes évadban debutált. Valamint olyan plejkák is vannak, hogy Luke Cage és Jessica Jones is feltűnik, erre a rajongók a színészek által megosztott Instagram story után kezdtek el rágódni. Kíváncsi vagyok, hogy így akkor a Defender csapat egy része újra összeáll-e. Viszont vannak olyan karakterek, akik nem fognak visszatérni. Ilyen például Foggy Nelson, Elden Hanson megformálásával, valamint a Kerem Pécs karakterét játszó színésznő, aki szintén nem tér vissza. Ez egy elég érdekes döntés, ami inkább azt bizonyítja, hogy ez nem egy folytatás, hanem egy reboot. Most nézzük, mit tudunk magáról a sztoriról. Egy új forgatási fotó kiderítette, hogy a csettintés előttre is visszamegyünk majd, sőt ebből kiderül az is, hogy Matt nem lett a csettintés áldozata. Az, hogy mi erre a bizonyíték, picit a háttérben van, de jól látható, hogy 2020 márciusában járunk. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, nyilván nekünk magyaroknak a március 15 egy jelentősebb nap, de összességében ezen a napon ment karanténba az egész világ globálisan. Így esetleg talán az MCU-ba is belevihetik ezt, hát azt nem hiszem egyébként, de így egy elég érdekes nap ez a Marvel szempontjából is az lehet akár. Ezen kívül több forrás is alátámasztja, hogy a sorozat több MCU kapocsra is rendelkezni fog. Ugye itt volt a csettintés, és ott lesz majd a Nové hom is, ami bizonyára szintén fontos szereplő lesz majd a sorozatban. A két fő szereplő is tributolni fogják a hírek szerint. Új forgatási fotók szerint Fisk sztoriáról új flashback jelentet fogunk kapni, amik igazán nem egyeznek a netflix -essel. Mert nagyon hasonló a helyzet, visszamegyünk 1999-be, de ott még nem tisztázott, hogy rebootolni fogják az eredet történetét, vagy újra látni fogjuk egy feldolgozását. Szóval egyelőre elég úgy néz ki, hogy a reboot lesz, és sokkal jobban fog csatlakozni az MCU-hoz. Viszont van egy kép, ami eléggé az előző évadokhoz köthető méghozzá az, hogy egy Twitter felhasználó közé tett egy fotót, amelyben a sorozat szereplői 15. körzeti rendőrstől egy kitalált New Yorki rendőrstől távoznak, amelyet használtak a Netflix-es sorozatokban. Szóval lesz kapocs, de nem is. Ez mindenképp egy érdekes pont. Ami újra a rebootra utal, az az, hogy a vanessa alakító színésznőt rikásztolták, ő ugye Wilson fixnek a esetleges felesége volt, az a szerelme, hát ez egy érdekes pont egyébként, hogy őt rikasztolni fogják, azaz, hogy új színésző fogja eljátszani. Ez tényleg egy olyan pont, ami szerintem azt jelenti, hogy ez nem biztos, hogy mégis egy folytatás lesz. És amit még érdemes megemlíteni, hogy D. Onofrio mondta, hogy lesz második évad, ami eléggé durva, tekintve, hogy már az első is giga hosszú lesz. Ennyi lett volna viszont a videó, összességében ennyit tudunk a Daredevil Born Again című sorozatról, ami elvileg kb. egy év múlva fog debutálni Disney Plus-on, azaz 2024 tavaszán. A forgatás, ez egy eléggé hosszú forgatás, majdnem egy éves, ugyanis most januárba kezdődött el, és egészen decemberig fog tartani, szóval valószínűleg még jönni fognak képi anyagok, és így több videóhoz való anyag, és több bejegyzéshez való anyag is fog napvilághoz látni, de közben is természetesen jön majd a Loki, a Secret Invasion, a The Marvels, és még hogyha minden igaz, az ez pont az rdv kapcsolatos Echo is még elvileg idén debutálhat, szóval azon kívül is lesz mit nézni, és még ugye ott van az Sony Pokémon filmje is. Én viszont köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk holnap, iratkozzatok fel a csatornára további videókért. Sziasztok!